Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Hogy van? Köszönöm, hogy alakul a mozgásszervi helyzet? Jól, hál' Istennek, igen, sokat tornázom. Marika kontrollra érkezett az orvosához. Két térd és egy csípőprotézis beültetés után már jól tudja, mennyire fontos a rendszeres testmozgás. Izületeit a mozgáshiányos életmód károsította. Sajnos én nem csak a munkámban nem mozogtam, ugye irodában dolgoztam, ülőmunkát végeztem egész életemben, hanem utána se. Járókerettel tudtam már csak közlekedni. A térdeim a duplájára dagadtak. Mozogni fiatalnak és idősnek egyaránt kell, ugyanis aki nem teszi, az az egészségét teszi kockára. A mozgáshiánynak ugye a legáltalánosabban ismert következménye az általában az elhízás szokott lenni, aminek hát számos és igen szerteágazó, elsősorban belgyógyászati következménye lehet. Le is fogytam rendesen. Hát az nagyon gratulálunk. Úgyhogy... Mennyit sikerült fogyni? Hát 13 kiló. Marika megszabadult a plusz kilóktól, könnyebben mozog, energikus és a jókedve is visszatért. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a keveset mozgóknál hangulati zavarok, akár a depresszió gyakrabban fordul elő, és azt is tudjuk, hogy a sok mozgás ugye az endorfin felszabadulása révén a hangulat javulásához járulhat hozzá. Jó, megnézhetnénk. Úgy tűnik, minden rendben, de egy gyors állapotfelmérés sohasem árt. Térdekbe duzzadni nem szoktam, ezületi folyadékgyülen nincsen. Nap mint nap 8 órát végigülni, pláne helytelen tartással komoly megterhelést ró a testünkre. Épp ezért munka közben is oda kell figyelni izmaink állapotának javítására. Megfelelően legyen beállítva az asztalmagasság, a székmagasság, a monitorszem magasságban legyen, és szoktuk javasolni a dinamikus ülőfelület használatát. Lehet ez egy labda, vagy lehet egy ilyen mobilis ülőfelületű szék. Állandóan egy kicsit az izomzattal korrigálni kell a tartást annak érdekében, hogy ne essünk le a székről. Marika rendszeresen jár gyógytornára és otthon is szobabiciklizik. Ennek köszönhető, hogy most már panaszmentes. Tornával elérhetjük azt is, hogy jelentősen javuljon a páciens állapota, hogyha olyan problémával állunk szembe, aminek a kiinduló pontja például a mozgáshiány volt. Emeljük meg a medencénket, azaz majd lassan visszaengedjük. A kevés mozgás egyenes út a porckopás kialakulásához. Az izület mozgásához szükséges izületi folyadék az alapvetően a mozgás hatására kezd el termelődni. Ez tartalmazza ugye a tápanyagokat például a porc számára, tehát így eredményezhet ez egy korai porckopást. Ezt ide tesszük a térdek közé, azaz. Az izmok természetes fogyása már a 30-as éveinkben beindul, ám a folyamat megfelelő tornával megállítható, sőt visszafordítható. Heti 150 perc tréningszerű mozgást ajánlanak a szakemberek. Tréningszerű mozgás alatt azt értjük, amikor a pulzusunk megemelkedik, és a légzésszámunk szapora lesz, ám bár folyamatosan tudunk beszélni, amellett, hogy a mozgást végezzük. Ez a minimum intenzitás ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy edzést végzünk. Felemeljük, majd vissza. A mozgásszervi panaszokat komolyan kell venni, hiszen ha nem teszünk semmit, a helyzet egyre rosszabb lesz. Folyamatos gyógytorna. Már műtét előtt is izomerősítés, és műtétek után pedig 6-8 hetet minden alkalommal rehabilitáción töltöttem, és azóta is tornázom odahaza. Azaz, majd visszavisszük. Marika sok szenvedés árán megtanulta, hogy a gyógyulásért magának is tennie kell. Én nagyon akartam gyógyulni. A lányom, aki igen kritikus velem szemben, és a 3. műtét után azt mondta, hogy anya, te egy hős vagy. A mozgás életelemünk és egészségünk záloga. Nem kell megerőltető sporttevékenységre gondolni. Egy kellemes séta a friss levegőn, máskor egy frissítő torna, egy üdítő úszás jót tesz a testnek és a léleknek egyaránt. És még egy jó tanács. Könnyebb mozgásban maradni, mint újra elkezdeni mozogni.